Újabb megfigyelt neve derült ki a Pegasus botrányban. Csikász Brigitta az Átlátszónál dolgozott 2019-ben, amikor a Pegasus szoftverrel lehallgathatták. Így ő már a negyedik újságíró, aki érintett a megfigyelési botrányban. Lattman Tamás nemzetközi jogász a magyar lehallgatási törvényről azt mondta, szerinte kevés más országban lehetséges, hogy az igazságügyi miniszter akár bírói engedély nélkül is dönthessen megfigyelésekről. Oknyomozó újságíró vagyok, aki leginkább az igazságszolgáltatással és bűnügyekkel foglalkozik. Újabb Pegasus megfigyelt állt a nyilvánosság elé. Csikász Brigitta újságírót még 2019-ben hallgathatták le. Ebben az időben jelentek meg írásai az Európai Csalás Elleni Hivatal nyomozásairól, amelyekben kormányközeli üzletemberek is érintettek voltak. Csikász Brigitta állítása szerint már 2010 után is kapott olyan információkat, hogy megfigyelhetik. A Direkt 36-nak azt mondta, idézem, mindig is tudtam, hogy a témáim, cikkeim nem minden esetben aratnak mindenkinél tetszést. Amikor vannak bizonyos fajta garanciális szabályok, de azokat nem tartja be egy állam, nem működteti azokat a garanciákat egy állam, akkor a legjobban megírt jogszabályok is adott esetben rosszul fognak működni. Ezt Lattman Tamás nyilatkozta híradónknak a magyar lehallgatási törvényről. A nemzetközi jogász elsősorban a politikai kontrollt hiányolja. A magyar problémák alapvetően egy viszonylag gyengére megírt rendszer, és az annak abban foglalt minimális garanciák működtetésére vonatkozó szándék hiányának egyfajta sajátos elegyeként állnak elő jelenleg. Két úton kaphatnak engedélyt a hatóságok egy állampolgár lehallgatására, vagy bíró által, vagy az igazságügyi miniszter útján. A szakértők szerint ez utóbbi jelenti a magyar törvény gyengeségét, ugyanis az igazságügyi miniszter egy politikai kinevezett, a végrehajtói hatalmi ág szereplője. 2016-ban már a Strasbourgi Bíróság is elítélte a magyar lehallgatási törvényt. A politikai ellenőrizhetőség hiánya és a miniszteri engedélyeztetés mellett egy harmadik pontot is szóvá tettek. Azt is kifogásolta tovább a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság, hogyha valaki nehezményezi vagy sérelmezi azt, hogy mi történt vele, akkor ugyanaz a személy, jelesen az igazságügyminiszter bírálja felül, hogy helyes volt-e vagy nem a lehallgatás. Horn Gábor szerint jogi eszköz alig van a lehallgatási ügy részleteinek megismerésére, de adódik egyéb lehetőség. Szerintem az ellenzék létrehozhatna, csak példaként mondom, egy vizsgálóbizottságot, egy alternatív vizsgálóbizottságot, elkezdhetne akár már helyzetben nem lévő titkosszolgálati szakembereket megkérdezni, összeállítatni anyagokat arra vonatkozóan, hogy mi is történhetett. Az elemző szerint az is sokat elárul, hogy a múlt héten csak körülbelül 1000-en vettek részt a lehallgatások miatt szervezett tüntetésen.